A megszokottól eltérően az aktuális járványügyi helyzet miatt az Eszterházy Károly Egyetem online ünnepségén búcsúzott végzős hallgatóitól, és nyitotta meg az új tanévet. Az 1207 végzős nevében Fenyves Balázs köszönt el. Én nyár elején érkeztem tanulmányaim autópályájának végére, annak az útnak a végére, amelynek minden egyes milliméterére örömmel, büszkén és jó szívvel emlékszem majd vissza. A 2138 gólya nevében Majoros Anna köszöntötte hallgatótársait és az intézmény vezetőségét. Július 23-án végre megkaptuk az üzenetet, hogy felvételt nyertünk az Eszterházy Károly Egyetemre, amely nagy örömmel és büszkeséggel töltötte mindannyiunkat. Egy fejezet lezárult, de egy új és izgalmasabb rész az életünkbe csak most kezdődik. Dr. Pajtóné dr. Tari Ilona az intézmény rektora ünnepi beszédében az összefogásra és a közösség fontosságára hívta fel a figyelmet. Bízzunk hát abban, hogy a mostani pandémia mintegy kényszerűen, de alkalmat ad megtapasztalni, gyakorolni, átélni az összefogás, a másik ember iránti felelősségérzet, a közösségvállalás élményét. Mirkóczky Ádám polgármester köszöntőjében elmondta, reméli örömteli pillanatokkal búcsúztak a hallgatók, az elsőéveseknek pedig sok sikert kívánt az elkövetkező évekre.